Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, évközi 17. vasárnap van, ezt a Szent Misét plébánián közösségért ajánljuk föl. A nyár, a vakáció sok mindenre lehetőséget ad, pihenésre, a lelki elmélyülésre, de legalább ilyen fontos az, hogy a közösségeinket, családi közösségeinket, plébániai közösségünket, baráti közösségünket építsük. Erre ilyenkor lehetőség van, vagy legalábbis több a lehetőség, mint máskor. És elsősorban talán azokra a kapcsolatokra kell gondolnunk, amiket valahogy orvosolni kell. Valahogy elvékonyodtak ennek a szálai, vagy talán el is szakadtak, vagy valamilyen félreértés következtében, hogy meg is szűntek. Egy óriási lehetőség az, hogy imádkozzunk egymásért, és ezeket a szálakat újra fölvegyük, és ezeket a szálakat elmélyítsük. Megvan-e bennünk erre a szándék, elhatározás, törekvés? Gyónom, a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre. Istenünk, benned bízok oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó. Árazd ránk bőségesen irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már a maradandókhoz ragaszkodjék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: Szodoma és Gomorra bűne már égbe kiállt, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panaszszava, vagy sem. Tudni akarom. Ekkor az Úr kíséreteiben levő két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán 50 igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? Nem kegyelmezel meg inkább a helyiségnek az 50 igazért, aki ott lakik? Távol legyen tőled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlő legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád.
te az egész föld bírája, ne tennél igazságot? Az Úr így válaszolt, ha 50 igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helyiségnek. Ábrahám folytatta, és így szólt, ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, ám bár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy 5 még hiányzik az 50 igazhoz. Az 5 miatt elpusztítod az egész várost. Az Úr így válaszolt, nem pusztítom el, ha legalább 45 igazat találok benne. Erre Ábrahám folytatta beszédét, de lehet, hogy csak 40 van. Az Úr ezt felelte, 40 miatt sem fogom megtenni. Ő újra így szólt, ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak 30-an lesznek. Ezt válaszolta, ha 30-at találok, akkor sem teszem meg. Ábrahám aztán újra szólt. Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni, mi lesz, ha csak 20-at találsz? Az Úr így felelt, 20-ért is megkímélem. Ő folytatta, ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok, lehet, hogy csak 10 vannak. Ezt válaszolta, 10 kedvéért is megkímélem a várost. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, a keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta. Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel ellenünk szóló adós levelet eltörölte, az útból eltávolította, és a keresztre szegezte. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Amikor az egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, hogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Aztán így folytatta. Tegyük fel, hogy valamelyiknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret. Útról érkeztet egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. Aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van a közöttetek olyan apa, aki követ ad a fiának, amikor az kenyeret kér tőle. Vagy ha halat kér, akkor a haj helyett talán kígyót ad neki. Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt oda neki. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja, mennyei adjátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumban ahol hallottunk, hogy Jézusnak egy tanítványa is szól hozzám, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. És erre Jézus elmondja a mi atyánkot, nem azt a mi atyánkot hallottuk, amit a szentmisében is mondunk, mert ez a Máté evangéliumban található, ez a Lukács evangéliumnak a mi atyánkja. Talán nem lenne szerencsés egy-egy kérésbe, hogy belünk mélyednünk, mert arra nincs időnk, hiszen ezek a kérések mind-mind olyan távlatot nyitnak meg számunkra, amelyen keresztül vele pillanthatunk Istennek a misztériumába. Nagyon lélegzetvételű
elmékedésre lenne szükség. Hanem inkább talán arról próbáljunk egy kicsit úgy elmélkedni, hogy az az imádság, amire Jézus tanít minket, az miért olyan fontos számunkra? Vagy hogyha imádkozni akarunk, akkor mit tanulhatunk-e Jézustól? Hát erről az oldalról megközelítjük, akkor észrevehetjük azt, hogy a tanítványok ugye látták azt, hogy Jézus sokat követik. És azt is tudták nagyon pontosan, hogy a csodáik miatt követik őket. Például meggyógyítja a betegeket, nyilván azok, akik meggyógyultak, meg a családtagjaik mentek utána. Vagy csodát tesz, lecsendesíti a vihart, vagy más egyéb természet fölötti jelenségen úrrá lesz. Sokan látták, megint mentek utána. Vagy megszaporítja a kenyeret. Nagyon sokan voltak, tódultak utána az emberek, királlyá akarták tenni. De az apostolok azt is látták, hogy itt a lényeg nem is a külső eseményen van, hanem sokkal inkább azon, hogy Jézus mindig előtte imádkozott. Ha ilyen szempontból valaki kezébe veszi valamelyik evangéliumot, és elkezdi olvasni, legalább mindig egy mondatot talál arra vonatkozóan, hogy miért egy Jézus nagy csodát tett, előtte imádkozott. És ezt látták, ezt tapasztalták. Hogy az a csoda, az tulajdonképpen az Istennel való belső kapcsolatnak a gyümölcse. Abból fakad. És ezért áll oda valaki az apostolok közé, és mondja azt, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. És ha így odafigyelünk Jézusnak a szavaira, akkor észrevetjük azt, egy-két dolgot ebből kiemelek, hogy az alapja mindennek az ő személyes kapcsolata az atyával. A mennyei atyával. És tulajdonképpen a mi atyánkba ebbe a kapcsolatba von bele minket. Mert nem azt mondja ennek az apostolnak, vagy akik hallják, hogy hát akkor figyeljetek ide, ha én imádkozom, akkor mindig így kezdem, hogy én mennyei atyám. Nem azt mondja. Hanem ebbe az imába belevonja az apostolait. Mi atyánk? Én a testvéretek vagyok, és ezért az Istent atyának szólíthatjátok meg. És itt van az a forrás tulajdonképpen, amiben minden jó származik, amiből mi is meríthetünk, hogy egy egészen különleges kapcsolatba kerültünk az Istennel. És arra is érdemes odafigyelni, hogy amit kér Jézus ezután, konkrét dolgot, hogy az mennyire a hétköznapi lelki életünkhöz kötődik. Mit kér? Két dolgot emelek ki ebből, ami a hétköznapi életre vonatkozik. Az egyik az a kenyér. Hát ha valaki éhes, és ezért néha tudok együtt érezni az éhezőkkel, meg hát nem tudom, aki időnként bekopog, én is tapasztalom, hogyha én éhes vagyok, akkor egyszerűen az emberi kapcsolataim megzavarodnak. Azzal vagyok elfoglalva, hogy éhes vagyok. Feszült vagyok, ingerült vagyok. Itt nem is az éhség miatt kéri, hanem a közösség miatt kéri. Tapasztalatban ő is tudja, hiszen félre vonult. A pusztába önmegtagadást végzett. Legyen meg az a kenyér, az a hétköznapi kenyér, ami a normális élethez szükséges. Emberi kapcsolatok miatt. És a másik mit kér? Az, hogy tudjunk kiengesztelődni egymással. Hát talán egy területen vannak a legkeserűbb tapasztalataink, ha időben nem tudok kiengesztelődni valakivel, és azt hordozom magammal a szívemben, a lelkemben, az megmérgez engem is, de a többi emberi kapcsolatomat is. Bennem van mindig az a nyugtalanság. És valamit helyre kéne hozni. Mindig igazolni akarom önmagam, hogy azért vagyok ilyen, mert a másik olyan. És ameddig fel nem oldom ezt, egyrészt önmagamban, meg a másik emberrel kapcsolatban, ameddig nem tudok megbocsátani neki, addig hordozom magamban azt a sebet, ami minden emberi kapcsolataimra kihat. Ezt kér Jézus, a kenyeret, de nem azért, hogy jól lakja, hanem elsőben azért, hogy a közösségi életünknek meglegyen az a normális alapja. Ne azzal legyünk elfoglalva, hogy ilyesek vagyunk. És ez a közvetlenség, amit Jézus kifejez a megszólításban, ez jelenik meg
de az ő tanításában, de ha odafigyelünk akár az Ószövetségre, akár a szentekre, az Ószövetség nagyjaira, ott mindig itt volt, mindig ott volt ez egészen mély személyesség az Istennel. Addig a legismertebb ezek közül, az előbb hallottuk, jól ismert ez a történet, Ábrahám esete, amikor ugye megpróbál közbe járni a városi, ne pusztuljon el. El kell alkudozni. De az alkúnak mi az alapja, hogy hát az Istenek a nevét nem merték kiejteni az Ószövetségben, és mégis alkudozik vele. Kicsit van benne egy kis provokatív szándék is, mert egészen közel áll hozzá. A szülők is a gyermekeik részéről egy kis szemtelenséget még elfogadnak, ha tudják azt, hogy az a gyerek mennyire szerető. Ezt próbálja kihasználni Ábrahám, de emögött ott van az a nagyon mély személyes kapcsolat az Istennel. És lealkudja, hogy 50-ről 10-re az igazaknak a számát. Tehát, hogyha ezeket az evangéliumi gondolatokat ugye a mi életünkre akarjuk alkalmazni, az első talán az, hogy megvan-e bennünk ez a személyes kapcsolat. Mert ha ez nincs, akkor kötelességből mondunk szavakat is, meg szép gondolatokat is, de nincs meg az Istennel az a személyes kapcsolatunk. És a másik pedig az, itt az Ábrahám imájára is gondolhatunk, kikért állt ki, nem az ő saját érdekeiért, az igazakért. Hogy amikor kérünk, akkor valóban azt kérjük, ami a szívünknek a legfontosabb vágya, nem a mi érdekünk. Itt nem a saját érdekéről beszél, hanem az igazak mellé áll. Tudunk-e elszakadni saját egyéni érdekeinkről, és tudunk-e imádkozni az igazakért, akik most szenvednek egy-egy helyzetben, akiket nem értenek meg. Kimerünk-e állni ezek mellett az emberek? És végül talán még egy gondolat, hogy az imádság azért mindig összekapcsol minket másokkal. Ugye a mi atyánkban ez így formálisan kifejeződik, de valaki imádkozik, egyrészt másokért is imádkozik, másrészt pedig benne van abban az imában az a tapasztalat, amit úgy másoktól átvettünk, vagy úgy beleépült az életünkbe. És egy konkrét dolgot mondok csak, nem is biztos, hogy ide tartozik teljesen, de is ez jutott eszembe. Az idősebbek emlékeznek rá, amikor II. János Pál pápát később szent javadtak, akkor hát halálosan sebet kapott. Ugye a Szent Péter téren egy fölbújtott ember meg akart őt ölni. És akkor, akik a közelében voltak, ugye a titkára mesélte ezt, aki hát lengyel volt, hogy amikor elveszítette az eszméletét, akkor egy lengyel gyerek imát mondott, amit nagy valószínűséggel az édesanyjától tanult. És az édesanyját alig ismerte, mert gyerekkorában meghalt. Mert amikor a pápa gyerek volt, akkor meghalt az édesanyja. De hogy ez az imádság megmaradt a lelkében, ez azzal magyarázható részben, hogy összekapcsolt őt az édesanyjával. És a tudat alatti járva ezt szólalt meg. Tehát ez is azt fejezi ki, hogy valami olyasmit hordott a lelkében, a legmélyen, amiben nem csak az ő egyéni hát, vágyai fejeződtek ki, hanem összekapcsolt őt édesanyjával. Tehát itt megmutatkozik, hogy az imának ez a közösségi jellege. Imádkozzunk azért, hogy mi is tudjunk így közel kerülni az Istenhez, merjünk bátrak lenni. Ha kell, akkor Ábrahám módjára tárni, alkudozni, és úgy érezzük, hogy igazunk van, mert lehet, hogy a Isten rész, ez egy próbatétel, ő is ugye azt akarja, csak kívánja, hogy még pontosabban fogalmazzuk meg azt, hogy mi ebben az, ami igazán fontos. Le kell tisztulni a kérésünknek az, hogy megadja. És hogyha ez így megvan, akkor szívünk mélyéről tudjunk kérni, és higgyünk abban, hogyha az valóban a javunkra válik, akkor azt megadja nekünk. Amen. Valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus Urunk mondotta, bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Most az ő nevében, titokzatos testének tagjaiként terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Add, Urunk, hogy a te néped mindig buzgó legyen az imádságban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az imádság ereje segítse elő és őrizze meg a keresztények egységét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy imádságunk támogassa a népek vezetőit küldetésük teljesítésében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az imádságból erőt merítsünk állapotbeli kötelességeink hűséges végzéséhez. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az imádság a betegeknek türelmet, a szenvedőknek vigasztalást nyújtson. Mennyei Atyánk, ezt a Szent Misét plébánián közösségéért ajánljuk föl, segíts minket észrevenni közvetlen környezetünkben élőkön, akár családtagon, akár plébánia közösség tagjain, ha valakinek valami hiánya van, és a te szeretetedet, a te ajándékaidat tudjuk közvetíteni feléjük. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg, Urunk, alázatos könyörgésünket, és hogy kérésünk teljesíthető legyen, engedd azt kérnünk, ami kedves előtted, Krisztus, ami Urunk által. Jesus.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk elé. Add, hogy ez a szent áldozat kegyelmed erejével szentelje meg földi életünket, és vezessen el az örök boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szívünket. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó embere, s éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordított, Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért hiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Egyrészt plébániánk elhunytjaira gondolunk, András atyára is, illetve a háború áldozataira, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonnyal, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békességetek. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szív lelkem. Oh.
azokkal együtt, akik nem tudnak jelen lenni ezen a Szent Misén, betegségük, mások megakadályozza őket, lelkileg mondjuk el velük együtt az áldozással, lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj le legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét. Add, kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szemmise befejező áldás előtt néhány hirdetést teszünk közzé. A Szemmise liturgiájában már az elhunytakra megemlékezve említettem András atyának a nevét, Smányi András atyának a nevét, akit 4 évvel ezelőtt, július 25-én hétfőn szólított magához a mennyei atya. A holnap reggeli szentmisét érte fogjuk felajánlani. Szerdán 27-én, most már több éve szokás szerint engesztelő imarát tartunk az Ulaki templomban este a szentmise előtt. Kitesszük a Szent Margit erekjét, és imádkozunk arra a szándékra, amely Margitnak az egész életét irányította, nemzetért engesztelt. A plébániai nyitvatartás, az megfelel a nyári programnak, hétfőn és kedden nincs fogadás, a többi napokon pedig a szokott időben. A jövő hét jeles ünnepnapjai hétfőn Szent Jakab apostolra emlékezünk, kedden Szent Joakimre és Szent Annára, boldogságos Szűz Mária szüleire, mindig elmondom, hogy talán a legszebb festményünk, a Szent Annát és Szent Joakimot lehet ábrázt személni, amint hát a kis Máriát, a gyermek Máriát Isten szavának a befogadására tanították. Sokszor eltöprengve nézem ezt a képet, hogy mi az, amit ők tudtak adni ennek a gyermeknek, hogy amikor az angyaltól hallja Istennek a szavát, akkor arra igent mondott. Feltehető, hogy a művész az ószövetségi proféciákat, még ott is van a héber szövegben látható ott, hogy valami profécia az, amit átad a gyermekének, Anna is, Joakim. Hát ezért most nagyon fontos a nyár, hogy az Istennek a szavát így tudjuk a gyermekek felé közvetíteni. Szerdán Szent Karmel Maukoff áldozópapra emlékezünk, pénteken Szent Mártára, Máriára és Lázára, ugye 3 testvére, szombaton pedig Szűz Mária szombati emléknapja lesz. Fogadjuk akkor az Úr áldását. De mielőtt az áldást megadjuk, előtte el mondjuk azt a fohászt, amiben kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét külső-belső küzdelmeinkhez. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmú. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békével.